Kedves rektor úr, lelkipásztor urak, egyházi és állami vezetőink és kedves megjelentek, mindenki szeretettel köszöntök, akik felelősnek érzik magukat a gyermekekért, unokáinkért, gyermekeinkért és diákjainkért. Van egy nagyszerű barátom, református, most már inkább középkorú, és nem fiatal ember, aki körülbelül 25 évvel ezelőtt, mikor én meghívtam egy ifjúsági keresztény katolikus csoportba, hogy kicsit beszéljen arról az időszakáról, amikor ő iszonyatosan erős drogfüggő volt, akkor sok mindent megosztott az ott jelenlévő 16-17 éves gyerekek előtt. Ez a barátom most már életeket ment meg. Gyógytornászként, nevét nem mondom, mert talán páran ismerik, gyógytornászként sokaknak az életét teszi könnyebbé, most már felnőttként. De amikor az előadását elmondta, a beszélgetést megtartottuk annak idején, akkor ő elmondta, hogy sodródott bele a drog függőségébe, hogy hitették el vele azt, hogy egy egyszerű kis és nem ártalmas drog, nyugodtan egy buli, egy találkozás, egy házi buli, vagy pedig egy születésnap része lehet, és hogy sodródott be abba a kegyetlen világba, amiből nem jött volna ki, hogyha református testvérek meg nem találták volna, és a hiten keresztül ki nem hozták volna őt. Az elmúlt évek során, elmúlt 4 évben nagyon sok szépségben volt részem családdal, szociális területtel foglalkozó államtitkárként. De emellett pedig rengeteg gyötrelmet és szomorúságot láttam. Jártam többször is koraszülött osztályokon. Olyan osztályokon, ahol 700-800 ezer grammos kicsi babákért küzdöttek az orvosok. Aki édesanyja tudja, édesanyja vagy édesapa azt tudja, hogy mit jelent ez. Amikor örömmel jönnek az SMS-ek, vagy pedig a telefonok, hogy 3200-3500 gramm, akár még 4000-rel is, azt már kevésbé, annak már kevésbé örülnek az édesanyák. De amikor ilyen súlyról beszélünk, 600-800-1000 grammos kis csecsemőkről, akik koraszülöttként élik meg azt az első napot, amikor világra jönnek, de hogy micsoda küzdelmet folytatnak orvosok, szülők, ápolók, gondozók a megmentésükért. És micsoda öröm az, amikor láthattam egy-egy ilyen újszülött osztályon azokat a képeket, tablókat, amikor már 10-12-18 évesen hálából visszaküldik a felnőtt képüket, vagy pedig ifjúkori képüket a gyermekek vagy a szülők. És másik oldalról pedig ott van az az iszonyatos szám, amikor egészséges, igazából a lelki törés miatt megtörtént abortuszok miatt eltűnnek gyerekek. És amikor én 4,5 éve Kisvárdán láthattam ezt a kiállítást, akkor sok mindenben engem is megdöbbentett és megrázott. Sezták Miklós barátom, aki most miniszter, ő rángatott el. Mondtam, siet nem kell Pestre, mert volt valami program, de nézd meg. Mondtam, ne arra úgy Miklós, de siet nem kell, de nézd meg. És végül is elmentem. És hálát adok az Istennek, hogy megnézhettem. Hálát adok azért, hogy ott Laciikkal, ha nem is találkozhattam, de később igen. És köszönöm szépen rendőrkapitány úrnak is, hogy közösen azt a kiállítást megszervezték. Láthattam azokat a fiatalokat, akik épp egy osztály, nem kirend látogatás keretében megnézték a kiállítást. Megdöbbentő volt, megrázó volt az arcukat látni. Megdöbbentő volt látni 16-18 éves, akár derékig, vagy idáig kivágott dekoltással megjelenő lányoknak a sírását látni. Hogy észrevették azt, hogy hoppá, ezen ők is túlestek. Ebbe a bűnbe, vagy pedig ebbe a csábításba ők is részesek voltak. És másik oldalról pedig megdöbbentő volt olvasni azokat a bejegyzéseket, amelyet korábbi látogatók megtettek. Megrázó volt. Én azt nem láttam, csak utána Miklós mondta, hogy volt olyan lány, aki ennek a
kiállításnak a hatására mondta azt, hogy nem megy el abortuszra. Inkább vállalja azt, aminek a tettét ő korábban vállalta. És vállalta, hogy megszülje azt a gyermeket, aki ott van a szíve alatt. És én nem mondom, hogy 100%-osan az a fél siker, amit elmúlt 4 évben közösen megtettünk családokért, gyermekekért, abortusszal szemben. De azért részben, és ezt Lászlónak szeretném külön megköszönni, részben köszönhető ennek a kiállításnak is, hogy a családpolitikánk részévé vált, ha nem is a direkt tiltás, mert erre a magyar társadalom nem biztos, hogy teljes mértékben fogékony. De hogy próbáltunk minél több területen ismertetést adni mindazoknak, akik ilyen döntés előtt állnak, biztos, hogy abban segített ez a kiállítás is. És biztos, hogy abban segített, hogy 2010 és 2014 között közel 7000-rel csökkent Magyarország az abortuszok száma. És ez több mint 10 000 gyermek, akik megszülettek. Több mint 10 000 édesanya, akiknek a lelke nem tört meg. És nem kell se 2 év múlva, se 10 év múlva, se halálukkor szégyenkezni. Csoda. És ezt köszönöm. Amit megint csak az elmúlt időszak munkája alatt értem meg, az a megrázó találkozás volt, amikor akár itt Mátészalkán, akár szerte az országban olyan gyermekekkel beszélgethettem, akiket kitettek a szüleik, vagy nem voltak képesek arra, hogy neveljék őket. Gyermekotthonba, javítóintézetbe nevelkedtek. És sokuknak az életét sajnos a drog, a felelőtlen szexualitás, a kábítószernek a iszonyatos élvezete, vagy inkább nem élvezete, használata tette tönkre. És ezeknek a gyerekeknek egy jó részét, és ez megrázó, szülőként végképp, 11 néhány éves korukban kihasználva őket, hogy fiatalok, kihasználva őket, hogy szépek, prostituáltá, vagy pedig bármilyen más területre küldték el gazemberek. És amikor ugye az ember nézi ezt a kiállítást, akkor azzal szembesül, hogy micsoda erők lehetnek e mögött. Mármint a rossz mögött. Micsoda gazdasági. És ahogy lelkész úr is mondta, hogy bizony a feketét hozzák be, hogy a fehéret elszürkítsék. Micsoda alattomos ördögi erők vannak itt. És az ember úgy érzi, hogy ez ellen tehetetlen. Úgy érzi az ember, hogy igazából hogy tudjuk fölvenni a harcot és a küzdelmet. De mégis, amikor egy egyházi közösség, és én ezt köszönöm szépen a református testvéreknek, fölvállal egy ilyet, akkor ott van mögötte a lélek. És ebben bízni kell, hogy a lélek az sokkal erősebb. Még akkor is, hogyha úgy nézzük, vagy úgy érezzük, hogy gyengébbek vagyunk. Éppen ezért befejezésül én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a küzdelmét, amit ezen a területen megtettek. Sokan vannak itt tábornok úrnak a munkatársai. Ők maguk tudják, hogy mit jelent ez a mindennapokban. Hétvégeken, éjszakákon. Hány fiatal pusztul el és hal meg az utakon, ez kornak a következtében. Hány fiatalnak az élete megy tönkre, és kerülnek adott esetben kiskorúak börtönébe, javítóintézetbe, vagy pedig börtönökbe. Nem kellene pedig. És itt bíztatom és kérem is önöket, hogy ne csak itt, most Mátészalkán, hanem szerte az országban folytassuk tovább ezt a kiállítást, én biztos, hogy minden segítséget meg fogok adni. Azt a sikert, amit eddig elértek, azt higgyék el, hogy érdemes továbbvinni, és ha megengedik református közösségben, hagy utaljak Szent Ágoston életére nagyon röviden. A bűn minden területét megélte. A bűn minden förtelmét, amit abban az időben, a római korban meg lehetett tapasztalni, ő azt átélt. A legmélyén volt. És mégis a hit édesanyjának az imádsága, és az a környezet, ami mégiscsak próbálta őt segíteni és körülvenni, kihozta onnan. Én bízom benne és hiszek is benne, hogy ezzel a segítséggel, hittel, imádsággal és természetesen bemutatva a fiataloknak ezt a kiállítást, ami persze szeretném hangsúlyozni, nekünk felnőtteknek is ugyanolyan fontos,
hogy tudjuk, miért küzdünk és mi ellen védekezünk, ennek az eredménye meg lesz. Köszönöm szépen mindazoknak, akik ezt megtették. Isten áldja Önöket. Köszönöm meghallgatást.